Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm kedves nézőinket! Írország és Magyarország között a legmélyebb szakrális kulturális kapcsolatot a győri könnyező szűzanya kegykép jelenti. A festményt Walter Lynch ír püspök menekítette Magyarországra, aki halála után a képet a székesegyházra hagyta. 1697. március 17-én történt a csoda, hogy a képen lévő szűzanya szeméből véres könnyek hullottak. Erre az eseményre emlékezve 2006 óta ír-magyar kulturális napokat rendeznek, felváltva a két országban. Idén Dublinban került sor az ír-magyar kulturális napok rendezvényre, amelyen a Prohászka Ottokár iskola kórusa is szerepelt. A fellépés helyszíne az a templom volt Dublinban, amelyet éppen 50 évvel ezelőtt szenteltek fel a győri könnyező szűzanya kegykép tiszteletére. A kórus az ünnepi szentmisén győri búcsús énekeket adott elő, magyar és angol nyelven, illetve egy óír antifónával is kedveskedett a közönségnek. A diákoknak nagy élményt jelentett a szereplés és az írországi út. A kórus vezetője Csorba János az iskola énektanára volt. A felszentelés 50. évfordulóján Dermot Martin, dublini érsek mutatott be ünnepi szentmisét. A főpásztor a szentmise után is együtt ünnepelt az egyházközséggel. Győr városának támogatásával kiállítás nyílt a kulturális napok alatt, amely bemutatta Győr és Írország évszázados kulturális, szakrális kapcsolatát. Ebből például azt is megtudhatták az ír hívek, hogy templomuk építésének a gondolata éppen Győrött merült föl 1938-ban, amikor egy dublini kanonok tiszteletét tette a kegykép előtt. A kiállítást Rózsa Völgyi László Győr város kulturális bizottságának az elnöke nyitotta meg. Rendkívül érdekes történelmi tény az, hogy a kép Lynch püspök közvetítésével Magyarországra került, és itt a leírások szerint 1697-ben éppen Szent Patrik napján Írország nemzeti ünnepén vérrel könnyezett. Ezek az események szakrális értelemben évszázadok óta összekapcsolják a két népet. A 17. század közepén az angol csapatok betörése miatt nagyon nehéz helyzetben volt az ír katolikus egyház. A kép elmenekítése és a győri könnyezése ekkora időtávlatból számunkra a szűzanya együttérzését jelenti, nem csak az ír néppel, de minden szenvedővel is. Ezért is lehetséges az, hogy mai Dublinban egy olyan templomban állhatunk, amelynek a titulusa a Szomorúak Vigasztalója, és ahol a győri kegyképet tisztelik. Egyébként jól ismerem Veres András püspök urat, és nagyon remélem, hogy lehetőségem lesz egyszer eljutni Győrbe a könnyező szűzanyához. Fél évszázad már egy templom életében is jelentős évforduló. Mi minden változott ebben az időszakban vallási téren Írországban? It's 50 years since this church was dedicated. Hatalmas változások mentek végbe nálunk is, ahogy egész Európában is. Természetesen sok szép dologról is megemlékezhetnék, de talán fontosabb azokról a kihívásokról beszélni, amelyet ez a korszak eredményezett. Kétségtelen tény, hogy a szentmisére járás radikális mértékben csökkent nálunk, és hogy a hívek katolikus egyházba vetett bizalma is megrendült az utóbbi évtizedek ismert visszaélései miatt. Éppen ezért úgy véljük, hogy az alapvető feladatunk most az, hogy egy olyan fiatal generációt neveljünk fel, amely a hitből merít erőt az élethez, és a reményét Krisztusba veti. Ez a hitben megerősödő generáció talán képes lesz majd visszavezetni a társadalmunkat is a helyes útra. Mindeközben nem szabad megfeledkezünk azokról sem, akik az elmúlt évek negatív eseményei miatt távolodtak el tőlünk. Fontos, hogy hiteles életünkkel, tanításunkkal visszanyerjük a bizalmukat, hogy visszataláljanak az egyházba. A sok nehézség ellenére optimista vagyok, bízom az Úrban, hogy megsegít bennünket. 50 évvel ezelőtt szentelték fel ezt a templomot a Szomorúak Vigasztalója tiszteletére. Mit üzen ma számunkra a szűzanya? I would say a message that would challenge us, that would help us to reflect more deeply. Azt gondolom, hogy a szűzanya minden nehézségben mellettünk áll, és közben jár értünk. Gondoljunk csak arra, hogy milyen nehézségekkel küzdött ő maga is az életében. Megtanít minket arra, hogy szenvedéseinkkel az Úrhoz forduljunk, próbáljuk megérteni az üzenetét, hogy életünk valóban jó irányt vegyen. Úgy gondolom, hogy ma a szűzanya leginkább kitartásra és bátorságra buzdít minket.
Merjünk Istenre hagyatkozni, kapaszkodjunk meg hitünkben, és őrizzük meg a reményt a szívünkben. A kulturális napok rendezvénye másnap Lakriban folytatódott. Ez a város a Clonferty Egyházmegye központja, amelynek egykori püspöke az a Walter Lynch volt, aki a képet Győrbe menekítette. Egyes feltevések szerint a ma Győrben őrzött kép előtt ajánlották fel az ír püspökök országukat a szűzanyának, amikor Cromwell seregei átkeltek a szigetre, hogy a katolikus hitet felszámolják. A Lakrii székesegyházban megtalálható a könnyező szűzanya kegykép másolata, amelyet a Győri Egyházmegye adományozott 2002-ben a Clonferty püspökségnek. A két egyházmegye között az utóbbi évtizedekben szoros kapcsolat alakult ki, amelynek eredményeként egyre több ír és magyar zarándok keresi fel a kegyképhez kötődő helyszíneket a két országban. Ezt a gyümölcsöző kapcsolatot mélyítette el a Prohászka iskola kórusának nagy sikerű fellépése a székesegyházban. A diákok a szűzanya tisztelethez köthető énekeket, kórusműveket adtak elő, amelyet a közönség nagy tapssal köszönt meg. Meglepetést és örömet okozott a kórus a hivatalától nyáron búcsúzó John Kirby Clonferty püspöknek is. A diákok egy győri búcsús éneket adtak elő angol nyelven, megköszönve a főpásztor több évtizedes munkáját, amelyet a győri kegykép tiszteletének országos megőrzéséért tett. Az ír-magyar kulturális napok, amely a Győri Egyházmegye és Győr város önkormányzatának közös rendezvénye, idén is sikeresen hozzájárult a két ország közötti kapcsolatok elmélyítéséhez. A diákok bizonyára életre szóló élményekkel gazdagodtak, és azzal a tudattal hagyhatták el a Zöld szigetet, hogy ők is segítették a győri kegykép írországi tiszteletének a megőrzését.